Sziasztok fiúk, lányok, én Zsimi vagyok, üdvözöllek titeket a legújabb Pokémon GO videómban. Hát srácok, milyen újítás jött így ma reggelre? Rohantam egyből videózni már megint, hogy értesítsenek titeket a legújabb újításról. Berakták Dittót a játékba. Nézzétek, most sikerült elkapnom. Jó, csak hogy indítottam felvételt. Ilyen Pidgey, Ratata, meg Vidlökbe bújkál. Nekem éppen most egy Pidgeyből jött a Dittó. Mikor elkapod a Pidgeyt, kiírja, hogy oh, és elkezd átalakulni a Dittó. Nézzétek is, itt is van. Új poké a poké kódexbe. Dittó. Meg is van, jó, csak egy 92-es, eléggé vérszegény. De transform neki a támadása, meg Struggle. Igazából úgy néz ki, hogy ez eléggé haszontalan Pokémon lesz, de majd meglátjuk. Majd teszteljük is valahol. 92-es, hát ezt nem igazán tudjuk tesztelni, pedig van itt egy Instinct-es gym a hátam mögött. Fel tudja, beugrunk, megnézzük, hogy működik ez a transform, vagy átváltozik-e, vagy akármi. Gyerünk, nézzük meg. Na itt is vagyok a gymnél, srácok, ha megnézzük gyorsan. Bepattintjuk akkor ide ezt a kis Dittót, hogy át tud-e változni, vagy mi van vele. Gyorsan megnézzük. Jó, 92-es, de fel tudja, hogy ez a transform mód, ez most... Hogy üzemel, vagy milyen támadása ez neki? 1100-as hipnó ellen bevetjük a kicsikét. Na nézzük. Itt a kis Dittó. Ha túlélje. És átváltozott hipnóvá, bakker! Átváltozik a vele szemben lévő Pokémonnál. De az a baj, a CP-je az... És 291-es, még a CP-je is felment. És tudja a támadásokat. Hát azért ebből lehet, hogyha fogsz egy úgy értelmeset, akkor még akármi lehet belőle. Jó van, gyors, a Kinglerrel lepucoljuk itt ezt a nagy szájú hipnót. Így is van. Oda hasítunk neki pár rollót. Mekkora jó ez a Dittó, basszus, azért fogsz belőle egy 500-asat. Az a Pidgeyből 500-asat, jó, nehéz fogni, persze. De nem lehetetlen. Nem lehetetlen, mert azért nekem is vannak 500-as Pidgeyim, és jönnek is ilyen 400-asak, 500-asak. Szóval, sima ügy. És akkor lehet annak is még felugrik a HP-je, nem tudom, mennyivel növeli a HP-ját. 92-es volt, lehet ilyen másfélszere szorzója van a HP-jának. Ezt majd még tesztelni kell, de hát eddig aranyos volt ez a kis Dittó. Jól van. Na még maradt benne egy poké, hogyha már itt vagyok, akkor azt is kipucoljuk. Itt a Jolteon beraki előre, go, megszikráztatjuk az öreg Starmit. Mire kell az ember, srácok, mire kell? Egyből jöttek az értesítések. Nem tudtam mire vélni. Azt hittem, hogy megint valami szivatós kép, mint ezek a Mewtwo-sok meg ilyenek. De nem. Így még bejött a Hydro Pump. Jó, semmi gond. Ledaráltuk, az a lényeg. Bedobunk ide egy jó kis pokét. De hát Dittó a játékban. Ez a lényeg. Tudjátok mit? Berakom a Dittót a közepére, hagyd nézzenek. Ja, annak lent van a HP-je, meghalt. Gyors felélesztük, berakjuk a 92-es Dittót a toronynak a tetejére. Itt is van a kis Dittó. Na, él egy. Úgy van. Tele a HP-je a kicsikének. Azt akkor hadd szóljon. Hú, de alul van, basszus. Dittó a torony tetején. Jó van. Na srácok, hát ennyi lett volna ez a gyors kis videó. Jövök nektek folyamatosan az exkluzív tartalmakkal, amit látjátok. Hogyha tetszett, akkor dobjatok rá nekem egy hatalmas lájkot, és iratkozzatok is fel a csatornámra. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra! Sziasztok!